A havas eső sem tántorította el az entagunarasi diákokat a farsangi télűzéstől. Nagy hangzavarral maskarában vonultak a piac térre. Mindenki beöltözött, én beöltöztem, meg még mindig be vagyok. Fújtuk a fütyülőt, sokan sípoltak. Tréfás jelenetekkel, szójátékokkal, viccekkel teremtettek jó hangulatot a diákok. A testvérem segítségével készítettem el az öltözékemet. A farsang hát eddig nagyon jó, igaz, hideg van, és hát megfagyunk valahogy, de azért nagyon kellemesen, és nagyon jó hangulat szokott lenni minden évben. A telet jelképező szalmából készült kiszebábot is elégették télűző ritmusok kíséretében. A lényege a hagyományőrzés, tehát mi, ahogy mi egy hagyományőrző csoport vagyunk, és ennek a szervezésében zajlik ez az egész rendezvény le, immár 10. éve, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy sikeres rendezvényt tudunk majd magunk mögé, ami estére egy bőgőtemetéssel és egy kocsonya bállal fog befejeződni. A farsangi hagyománynak megfelelően fánkkal és forró teával kínálták a gyerekeket az entagunarasi télűző rendezvényen.